Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Tapolcai Városi Televízió sportmagazinját látják. Kezdjük rövid sporthíreinkkel. A Tapolca Városi Sportegyesület kosárlabda szakosztálya augusztus közepétől megkezdte a felkészülést a következő tanévre és a bajnokság őszi fordulóira. Délelőtt a Városi Sport és Szabadidő Centrumban futás és erősítés, délutántól sötétedésig pedig az Egri utcai pályán edzés, labdajáték szerepel a programban. A legkisebb kenguru korcsoporttól kezdve a legidősebb sportolókig felváltva várják a lányokat és a fiúkat is minden nap több turnusban. Az MTD Hungária megyei harmadosztály déli csoportjában megkezdte az őszi szezont a Tapolcai Öregfiúk FC és a Diszeliese is. Az öregfiúk az első fordulóban Viski László és Horváth Csaba góljával 2-1-re győzedelmeskedtek a vendég Réfülöp NKS-e felett. A második fordulóban a Diszeliese látta őket vendégül, ahol a házigazdák 8-0-ra maradtak alul az öregfiúk csapatával szemben. Augusztus 26-án a Töft 13-1-re győzte le itthon a Balatonszepez ÖKS-e csapatát, míg a Diszeliese 1-0-ra kapott ki a házigazda a Balatonedelis SC-től, a Tapolcai öregfiúk edzője Bockó Gyula. A tapolcai lovász Róbert és Szollár Norbert is aranyérmekkel zárta az augusztusi hosszú hétvégén megrendezett szlalom versenyeket. Róbert az első nagyatárt szlalom kupán kategóriájában az aranyérmet szerezte meg, míg abszolút kategóriában a 11. helyen végzett. Norbert a pécsi Sofiane Slalom Show a Digiszter kupáért versenyen kategóriájában a dobogó legfelső fokára állhatott, míg az összesített eredménylistán a 3. helyen zárt. Tapolcát is érintette a Tour de Hongrie kerékpáros verseny. Augusztus 15-én délután haladt át a mezőny a városon. A főtéren kísérő programokkal készültek a szurkolóknak. A magyar kerékpárosok a világ egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó sporteseménye, a francia körverseny a Tour de France mintájára hívták életre annak hazai változatát, a Tour de Hongrie-t 1925-ben. Idén 39. alkalommal rendezték meg a 865 kilométeres nemzetközi országúti kerékpáros megmérettetést, melynek térképére első ízben került fel Tapolca is. Gyulakeszi irányából érkezett a mező, majd a Kossuth utcára kanyarodva haladtak át a főtéren, a Deák Ferenc utcáról pedig a Sümegi útra fordulva hagyták el Tapolcát. A kerékpárosok igen rövid idő alatt, 3:30 után haladtak át a főtéren felállított szurkolói központon, a nézelődök viszont annál nagyobb lelkesedéssel fogadták őket, valamint a jelentős számú felvezető, illetve biztosító járművet is. A versenyt helikopter kísérte, melynek köszönhetően a városról légi felvételek is kerültek be az összefoglalóba. Az idévben 39. alkalommal került megrendezésre a nemzetközi kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie. Nagyon régi múltja van, de azért többször is kimaradt, tehát a 60-70-es években több évig kimaradt, néhány éve élesztették újra, úgyhogy egyre jobb versenyről beszélhetünk. Idén 6 nap a verseny ideje, 5 szakasz van, illetve egy prológ. Mi az első napon vagyunk, tehát az első napba kapott helyet Tapolca, amikor Balatonalmádiból Keszthelyre kerékpároznak a versenyzők, és itt Tapolcán pedig egy kiemelt részhajrá az ő feladatuk ezt teljesíteni. Mikkel készültetek itt Tapolcán? Igyekeztünk a lehetőségekből a legjobbakat kihozni, így egy gyermekügyességi pályával, gyermekrajzversennyel, kerékpáros, illetve kerékpár szépségversennyel készültünk, valamint Kellys kerékpárokat is lehet tesztelni. A helyszínen találkozhatnak a kilátogatók Fazikas Denisszel, aki Salakmotor Európa és világbajnokságokon vesz részt, korosztályában előkelő helyezéseket szerez magának, illetve amit még érdemes megemlíteni, hogy a Tour de France mintájára Tapolca is egy ilyen óriás képpel készült, amit úgy kell elképzelni, hogy a strandúton levő focipályába egy I Love Tour de Hongrie, illetve Tapolca felirat került bele nyírásra. Ez is arra szolgál, hogy próbáljuk minél jobban népszerűsíteni a várost, hiszen az idei év az eddigi legjobb a média megjelenéseket tekintve a Tour de Hongrie szempontjából. 195 országban kerül a televízió képernyőjére a verseny, ami szerintem nagyon jó országimázsépítő, illetve a városnak is nagyon, nagyon jó lehetőség a turizmusának a fejlesztésére. Te is kitelepültél ide a Tour de Hongrie tapolcai áthaladására, mivel készültél? Igen, kitelepültem én is, hát elhoztam a motorokat, teljes felszerelést, bemutatót is tartottam, egy elég kis rövidet. Megmutattam, milyen a motor hangja, aztán különösebben nem volt nagy területem motorozni, úgyhogy nagyon más nem tudtam csinálni. Nemrég értél haza két nagyon rangos versenyről, amiről már korábban mi is beszélgettünk a tévében, az Európa és Világbajnokságról.
Hogy érezted magad, hogy értékelnéd az ott megszerzett tapasztalatokat? Hát a világbajnokságon sajnos a második futamba elestem, és nem tudtam folytatni a versenyt sérülés miatt. Még a nyomait néha most is érzem. Az Európa-bajnokság az jól sikerült, ott 7 plusz 2 pontot motoroztam. Sok tapasztalattal gazdagodtam, mind a pályák, mind a beállításokkal kapcsolatban. Szerintem tanulságos versenyek voltak és élveztem. Hát előzetesen annyit tudok róla mondani, hogy már korábban meg volt hirdetve ennek a rendezvénynek a napja. Én magam is ringázok egy jót, és úgy döntöttem, hogy akkor, ha nem csúszok le róla, akkor ide érek. Hát egy 5 perc hiány azért mégis sikerült őket elcsípnem ott a hivatallal szembe, úgyhogy meg van örökítve, úgyhogy... Említetted, hogy ringázol, és most is kerékpárral érkeztél. Milyen volt látni ezt a sok profit? Hát ha fiatalabb lennék, nem 60 éves, akkor újra kezdeném, lehet, hogy bringás lennék, mert most kb. 2 éve rákaptam én is erre, megvannak a céljaim is, minden, úgyhogy az idei terv az nekem csak 2000 km, de tavaly kezdtem, úgyhogy szívemhez nőtt, ha már nem tekerek, akkor már hiányzik, úgyhogy ez így van ma délután is. Merre fele szoktál tekerni? Hát körbejártam gyakorlatilag majdnem a Balatont, a Fonyód és Akaratja kivételével, Irotkön voltam fent, akkor Füred, Sopak, gyakorlatilag a Káli medencét körbejártam már, úgyhogy mindent. Úgyhogy. Esetleg teljesítménytúrák, kerékpáros túrák, kirándulások, szoktál-e ilyenekre járni? Természetesen az FI-vel is voltam már több alkalommal, meg itt villásreggeli, meg egyéb ilyen dolgok, amit a rendezvénycsarnok is figyelem azért az oldalakat, mind a kedvenceimeket is. Hát kihasználom azt, hogy de csak nem tudok mindenhol ott lenni. Bár időm engedni, de lassan. Tehát felépítem a kis dolgokat, és akkor nézem a lehetőségeket. Más sportot is kedvelsz egyébként a kerékpáron kívül? Hát én futballoztam nagyon sokáig, valamikor kezdtem a haladásba, fociztam még, és hát még 2 éve az öreg fiúkba is, és váltottam, és beinvestáltam erre kis Swing Chapelre, ami nekem most van, most már 2 éve, és hát tekerem, úgyhogy. Vannak még vakans listák, azt most nem tudom elsorolni, mert nagyon sok van, de végére járunk, majd meglátjuk. Nagyon örültünk neki, hogy erre a fajta térképre is felkerültünk, és úgy látom, hogy egyre több az érdeklődő, tehát biztos, hogy nagy biztatásban lesz részük a versenyzőknek, hiszen a Tour de Hongrie egy nagyon rangos közép-európai kerékpárverseny, és nem csak a hazai kerékpársport színe java, hanem közép-európa vagy Európa legrangosabb versenyző, és most képviselhetik majd magukat. Nem vagyok benne biztos, hogy lesz közvetlen direkt hatásra a tapolcai kerékpáros életre, de ugye általában a város sport életére, a közösség életre biztos, hogy jó hatással van. Aztán, hogyha esetleg itt egy-egy fiatal ember vagy fiatal hölgy olyan impulzus kap, ami miatt kerékpárra száll, vagy kerékpár versenyre lesz belőle, akkor azt gondolom, hogy megérte az a pár perc, amíg ők itt bicikliztek. Polgármester úr egyébként kerékpárpárti? Abszolút, városon belül gyalog vagy kerékpárral támogatom a közlekedést, hiszen Tapolca kiterjedés nem olyan nagy, hogy mindig autóba kéne ülnünk. Tehát van egyfajta környezetbarát hozzáállás ebben, és van egyfajta egészség és életmódra nevelés is. Meg hát így könnyebben beszélünk és találkozunk egymással. Tapolc egyébként kiemelt figyelmet fordít a kerékpáros és környezettudatos közlekedésre is. Ehhez kapcsolódóan is nagyon sok programot szerveznek. Igen, hát minden évben van az autómentes nap, amit ugyanitt, ugyanebben a környezetben rendezünk meg. A másik pedig, hogy hát próbálunk építeni egy kerékpárutat Tapolca és a Balaton között. Meglátjuk, hogy mire megyünk vele. Fontos ez nekünk, úgyhogy megteszünk érte mindent. Üsgővé vált az élet városunkban. Nagyon sok országból érkeznek a
ma kezdődő Hungária kupára. Ennek a regisztráció kezdetén kín voltam a Diszeli központjukban, és találkoztam ausztrálokkal, akik már két napja a városunkban vannak, vagy a francia csapattal, akik már tegnap megérkeztek. Tehát nagyon sokan lesznek. Ugye most nem sokára áthalad a Tour de Hongrie mezőnye itt a hátunk mögött. Igazából, hogy felpesdült a város az ünnepi napok, tehát érződik egy erőteljes figyelem a városunk köré. Milyen hatással van ez a turizmus a Tapolcán? Hát érezhetően sokan érkeznek a városunkba, és megpróbáltuk fölhívni azoknak a figyelmét, akik nem tudtak ezekről az eseményekről, illetve rendezvényekről, hogy jöjjenek el és nézzék meg. Sokakat érdekel, mi néző is csak ezek a sportesemények. Szálláshelyek, éttermek tekintetében mit lehet mondani, sok ember érkezett ugye a városba? Ez jó hír az egyik oldalnak, mert tegnap olaszok jöttek, akik csak beestek ide a városba, és hogy szállást kerestek. Nagy nehezen találtunk, de csak egy éjszakára, és ez jó hír a szálláskiadóknak, hogy én úgy tudom, hogy nagyon nincs szállás a városban és a környéken. Sokan Hévíz körül szálltak meg, ahogy kérdezgettem a külföldi csapatokat is, nem nagyon találtak már a városunkban szálláshelyet és a környéken. A Városi Sport és Szabadidőcentrum adott otthont ismét a hagyományos dr. Papp Pál Csermák József kalapács vető emlékversenynek augusztus 18-án. A város atlétika életének kiemelkedő alakjaira, dr. Papp Pál edzőre és szakemberre, valamint az 1952-es Helsinki olimpia bajnokára Csermák Józsefre emlékeztek. Ugye mindannyian tudjuk, hogyha itt élünk, és akár nem is itt élünk, de gyakran Tapolcára látogatunk, hogy a Tapolca nem a legnagyobb világváros, hogy finoman fogalmazzak. De mégis Tapolcáról először Csermák József, aztán még többen, és reméljük, hogy egyre többen eljutottak a sportban is a világhírnév felé. És ebben a folyamatosan változó világban, amikor megállapíthatjuk, hogy a mai világunkban csak egy dolog állandó, egy dolog biztos, az a változás, akkor gondolkozhatunk azon is, hogy lehet egy folyton változó világban, egy kisvárosból indulva világsikert kovácsolni, olyan értéket teremteni, ami aztán mondhatjuk, hiszen ma gazdasági irányításon konvertibilis érték, hogy mindenhol fizetni tudunk vele, mindenhol értéket jelent. És hogyha ezt fejtegetjük, és ennek az eredetét keressük, akkor mélyre kell lásnunk, és előre szólok, hogy nem tudok csodát ígérni. Azt tudom mondani, hogy Csermák József után a tapolcai sportolók, akár sakkozók, akár vívók, akár futók, mindenki az alapoknál kezdte, ez pedig a család és az erkölcs. 2018-ban idén is életre keltettük a dr. Papp Pál Csermák József kalapácsvető emlékversenyt. Már reggel 9 órakor a Pantheon falnál kezdtük a napot. Ott egy gyönyörű szép megemlékezés volt, és a dr. Papp Pál és Csermák József emléktáblájára koszorút helyeztünk el. Ott megjelent többek között a városvezetés a Vedactól, és természetesen a családtagok is megjelentek, és ők is koszorút helyeztek el az emléktáblára. Ezt követően kicsit nosztalgiáztunk, beszélgettünk, a családtagokat összehívtuk, és szerencsére mindenki eljött, mind a dr. Papp Pál családból, mind a három lányzó még itt van velünk, és Csermák Kati néni is, és férje is csatlakozott hozzánk. Most pedig itt a pályán, pedig már nagyban, reggel 10 órától fogva folyamatosan megy a kalapácsvető emlékverseny. Szerintem idén rekordszámú közel 150 nevező van, és majdhogy nem minden kategóriában jelentkeztek. Köztünk van egy sztár sportoló is, hogyha mondhatom így, aki tavaly a Horváth László díjat megnyerte, idén is köztünk van, és ő nem más, mint Horváth Bence, aki az elmúlt napokban európai bronzérmet szerzett, úgyhogy őt is köszönhetjük itt a dr. Papp Pál Csermák József kalapácsvető emlékversenyen. A doboeses színeiben a felnőtt férfi kategóriában Halász Bence az aranyérmet szerezte meg. További aranyérmesek kategóriánként. Női felnőtt Gyurács Réka dobóese, női junior Németh Janett dobóese, férfi 6 kg junior Celer Gábor Sándor Vedac, ifjúsági Doma Benedek dobóese, serdülő Viszkeleti Vencel dobóese, férfi 5 kg újonc ifjúsági Doma Benedek, serdülő Viszkeleti Vencel, leány 3 kg ifjúsági Gombás Petra Vedac, serdülő Csatári Jázmin Vedac, újonc Viszkeleti Villő Anna dobóese,
férfi 4 kg serdülő Viszkeleti Vencel, újonc Kós Gábor dobóese, fiú 3 kg újonc Lovas Patrik dobóese, leány 2 kg újonc Viszkeleti Villő Anna, fiú 2 kg gyermek első Kis Zétény Félix Verac, gyermek második Szabados Ármin dobóese, leány 2 kg gyermek első korcsoport Szabados Ráhel dobóese, gyermek második korcsoport Gáspár Szilvia Napsugár Vedac. Több mint 1000 érkeztek a városba a Hungária Kupa nemzetközi tájfutóversenyre, melyet augusztus 16-ától 20-áig rendeztek meg Tapolcán és környékén. A tapolcai honvédese 3 évvel ezelőtt adta be a Magyar Tájékozódási Futószövetséggel karöltve a neves verseny rendezési jogára vonatkozó pályázatát, az idei 5 napos sportesemény sikeressége pedig a rendezőbizottság több éves aktív munkájának köszönhető. A helyiek a Postás Sport Egyesület tájékozódási futószakosztályával, a tájfutó, természetvédő és rendezvényeket szervező sportegyesülettel, valamint a város önkormányzatával közösen valósították meg Tapolcán az ország legnépesebb tájfutó versenyét. 36. éve ad lehetőséget a sporták szerelmeseinek a verseny, hogy megméressék magukat. 1999-ben és 2003-ban már otthont adott a tapolcai medencét övező hegyvidék a tájfutókupának, a város viszont idén először rendezte meg a többnapos rangos eseményt, nem csak a belvárosban, hanem a Vindeghegyen és az Uzsai erdőben. 3 kontinens, 23 országának versenyzői 47 kategóriában különböző nehézségi futamokon képviseltették magukat. 6 év alatti indulók is voltak, míg a legidősebb egy 90 év felett is svájci férfi volt. A futók minden nap 10 órakor rajtoltak, ekkor kapták meg a térképet és indultak el, hogy a megfelelő sorrendben érintsék a piros bójával ellátott ellenőrző pontokat. A rendkívüli alapossággal megrajzolt térkép értelmezése után már csak a tájékozódás és a gyorsaság volt a feladat, figyelembe véve a tiltott áthaladási pontokat. Gondoltak a legkisebbekre is, hiszen a gyermekfutamon külön körbekerített pályát biztosítottak a 6 év alattiaknak, a bátrabbak pedig a nagy pályákon kísérő felügyelettel is kipróbálhatták magukat. Lovas futamot is indítottak, melyen tapolcai győzelem született. A legnépesebb napi futam 1372 indulót számlált. Augusztus 18-án szombaton a piac és vásárcsarnokban volt a belvárosi sprint futam rajtja, ahonnan percenként indították útnak a futókat. Ez a nap igényelte a legtöbb szervezőt, nagyjából 70 fő közös összefogással járult hozzá a sikeres lebonyolításhoz. A tapolcaiak közül bárkinek ingyenes részvételi lehetőséget biztosítottak a rendezők a helyi sprint futamra. Nagyon pozitív tapasztalataink vannak, az időjárás az napos, talán egy kicsit túl meleg is van, de örülünk neki, hogy azért mindenki túlélte ezeket a versenyeket. Most a 3. nap ez a tapolcai, ez egy gyors futam, városi sprint verseny. Az a lényege, hogy átjárók között, parkok között minél gyorsabban legyenek, rövid átmenetek vannak, a leghosszabb kategória is ilyen 20-25 perc lesz, legfeljebb 30. A gyerekeknek, idősebbeknek egy ilyen 10-15 perces dolog, tehát ez nagyon pörög, itt a belvárosban le van zárva, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy igazán jó versenynap lesz a mai is. A holnapi nap az már kint lesz az Uzsai erdőben, és az 5. napon ott lesz a befejezés is, és azt gondolom, hogy mindenki megelégedésére lesz. Volt egy éjszakai futam is Tapolcán, az hogy sikerült? Az éjszakai futam is jól sikerült, azon ugyan kevesebben indulnak, de az Y-háza környéke az is egy ilyen parkos, könnyen futható rész, úgyhogy az is nagyon jól sikerült, 9 órakor volt a rajt, olyan 70-80 induló volt, de azt gondolom, hogy az is mindenki megelégedésére. Van esetleg visszajelzés, hogy a futók inkább a természetben vagy a városban szeretnek jobban futni, melyik napokat kedvelik jobban? Hát a futók általában az erdőbe futnak, de ezek a városi versenyek, ezek egy különleges élményt jelentenek, úgyhogy ez is mindig nagy sikere van. Azt gondolom, hogy ezen a városi versenyen lesz a legnagyobb létszám. Az első napon 1250 befutónk volt, én azt gondolom, hogy most egy kicsit több lesz, de ez majd 1 óra körül fog kiderülni. Honnan érkeztek a versenyre? Hát ez igen változatos. Tehát majdnem 300 külföldi indulónk van, 22 országból, Ausztráliától Kanadáig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hát nagyon, nagyon sikeres, és a 280 külföldi is azt gondolom, hogy meg van elégedve ezzel a versennyel. Ugye nem csak a verseny számít, hanem itt a délelőtt 1-2 óráig lemegy a főfutam, és akkor utána itt a Balaton környékén látványosság, strand,
minden megvan, ami a kikapcsolódáshoz szükséges. Tudunk róla, hogy a Városi Sport és Szabadidő Centrumban sátrazásra is volt lehetőség. Mennyien vették igénybe ezt a fajta elszállásolást? Hát ebből így fejből pontos létszámot nem tudok mondani, de ilyen 250-300 fő között van, és azt gondolom, hogy ők is meg vannak elégedve, mert a helyiek nagyon fölkészültek, és minden nagyon klappol. Minden nap van még egy különleges esemény, ami a város segítségével jött létre, ez pedig a napi győztesek egy sárga trikót kapnak, és itt a ünnepi napok és borhét rendezvény azzal nyit, hogy 6 órakor itt a napi győzteseknek kiosztjuk a sárga trikót. Tehát körülbelül 47 kategória van, amivel eredményt hirdetünk, úgyhogy ez egy igen jó, kellemes színfolt. Főpolgármester úr is megtisztelte a jelenlétével az eredményhirdetést, úgyhogy nagyon örülünk ennek. És igazán jó helyet találtunk az eredményhirdetésnek is. Hány futamon indulsz a mostani Hungária kupán? 7. Ebben benne van a mobilos, és benne van a sörváltó is. Meg a napi, mindennapi, tehát a napi egy futamokon. Még van előttünk, de van is utánunk eddig futam. Melyik volt eddig a kedvenc, vagy mi az, amit vársz, vagy vártál? A mai napi sprint szakasz, amit várok, ő a kedvencem. Akkor inkább város, vagy inkább természet? Természetnek is megvan a szépsége, viszont városban gyorsabbak a pályák, gyorsabb gondolkodásra készíti az embereket. Mit tetszett eddig a legjobban? A tegnapi és a tegnap előtti verseny, illetve célterület szenzációs volt szerintem. Volt egy éjszakai futam is, éjszaka vagy inkább nappal? Éjszakai most nem indultam az idén, éjszakaival sincs bajom, de inkább nappal. Gyakran indulsz ilyen tájfutó versenyeken? Hát igen, meg úgy 32 éve csinálom a sportot, tehát azért pár verseny már van mögöttem. Mi volt eddig a legkiemelkedőbb tapasztalat? Hát tapasztalat? Így most konkrétan tapasztalatot nem tudok mondani, mert ugye minden verseny hozzátesz valamit az ember sport eredményeihez, sporthoz való hozzáálláshoz. Úgyhogy ilyen kiemelkedőt, most milyen eredmények voltak egy-kettő és ennyi. És akkor élmény, valami, ami nagyon meghatározó volt és nagyon megfogott ez alatt a sok év alatt? Ami a tájfutásnak is a jelmondat, ez a családi zöld sport. Hogyha most körülnéztek, meglátod, hogy ilyen kicsitől ilyen nagyig együtt van mindenki. A élsportolók egyszerre mennek ki a kezdőkkel, és hogyha bármelyik élsportoló szerintem oda megy bármelyik kezdő, akkor nagyon szívesen segít neki, amely szerintem más sportákban nem nagyon van jelen ilyen formátumban. Ő honnan érkeztél ide? Budapest. Ahogy láttam, nem egyedül. Hát nem, ilyenkor általában az egyesület színeivel eljön, és akkor itt együtt vagyunk. Együtt vagyunk szálláson, együtt jövünk, megyünk, versenyzünk. Merre fele van a szállásotok? Nem tudom, milyen kollégiumban valom, a sportcsarnokkal szembe, a mai versenyközponttal szemben lévő kollégiumban. Azért jut egy kis idő a pihenésre, városnézésre is itt a futás mellett, vagy inkább pihentek napról napra? Hát jut idő. Tegnap lementünk Balatonra, előtte a városban voltunk első nap. A Tapolcai Borhét, ez egy jó rendezvény, úgyhogy ennyi. Mi lesz a következő megmérettetés? A rövidtávú országos bajnokság. Ez nem csak egy verseny volt, hanem egy feledhetetlen tájfutó nyaralás a Balaton mellett, hirdették a szervezők. A futamok után a város és a környék számtalan kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget biztosított az itt látogatóknak. A Városi Sport és Szabadidő Centrumban rendezték meg augusztus 18-án a Tapolca Kupa nemzetközi nagypályás öregfiú labdarúgó tornát. Tapolca a bronzérmet szerzett. A részletekről Bockó Gyula mesél nekünk. Köszöntöm a stúdióban, örülök, hogy elfogadta a meghívásomat. A téma pedig a Tapolca Kupa, amit immáron 20. alkalommal rendeztek meg. Kicsit itt a jubileum alkalmából térjünk vissza a kezdetekhez. Honnan, hogyan indult ez az egész labdarúgó torna? Én is köszöntöm Önt és a kedves nézőket is. Hát tulajdonképpen ez volt a 20. torna, hivatalosan Tapolca Kupa néven. Előtte is voltak már ilyen nemzetközi mérkőzéseink, de miután elindult az a tapolcai napok, és annak ugye ez a tapolca napokból is a 20. volt, és annak keretében bekerült ez a Tapolca Kupa nemzetközi nagypályás labdarúgó torna, így tulajdonképpen ahhoz kapcsolódva folyamatosan minden évben megtartjuk ezt a rendezvényt. Hát előtte is a testvérvárosi csapatokkal
volt nekünk kapcsolatunk, sportterületén is, a Szlovákiából Pozsonyi Ruzsinov kerülettel, ők voltak a vendégeink nagyon sokáig, Esztéből az esztei csapat volt a vendégünk nagyon sokáig, aztán volt osztrák csapat is, és német csapat is volt a vendégünk a kezdetben, a hőskorban. Aztán ezeknél valahogy úgy azok a szervező emberek, akik ezeket ott összefogták, úgy elkoptak, és tulajdonképpen régiek közül igazából a Marcel háza maradt, akivel már nagyon régi a kapcsolatunk, azok a kezdetektől fogva részt vesznek ezen a tornán, illetőleg mi is járunk hozzájuk a úgynevezett polgármester kupára, ők az idén a 23-at rendezték meg. És a horvát UMAG csapatával is körülbelül most már 13-14 éves a sport kapcsolatunk, és ők is rendszeresen eljönnek hozzánk. Az idei évben már volt egy másik szlovák vendégünk is, aki már kétszer volt itt a korábbi időszakban, ez a PAT csapata, szintén szlovákiai-magyar területen érő sportolók, akik harmadszor vettek részt ezen a tornán. A csapat tulajdonképpen ugye már több mint 20 éve szerepel rendszeresen a Magyar Labdarúgó Bajnokságnak a legalsóbb osztályába. Azért szerepelünk itt, mert többször voltunk ezzel a 23 éve, tulajdonképpen 23 éve, 14-szer voltunk dobogón. Ebből többször voltunk első helyen is, de nem juthatunk föl, nem mehetünk tovább, mert nincs egy utánpótlás csapatunk. A mi csapatunkban azok a sportot szerető és sportolni vágyó fiatal emberek és kicsit idősebb emberek, akik azért még az életterületén aktívak, vesznek részt, akik már a versenyszerű labdarúgást ilyen szempontból abba hagyták, de itt ebben a megyei harmadosztályban még vidáman elfutkároznak, és viszonylag a régi teljesítmény alapozva jól szerepelnek. Beszéljünk kicsit arról, hogy akkor ez a 20. jubileumi torna hogyan sikerült. Hát a 20. jubileumi torna a részünkről nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, mert azért mindig igyekeztünk valahol a tornának az élén végezni, természetesen figyelembe véve a sportbarátságot és a sportszerűséget. Ez nem azt jelenti, hogy mi leadtuk a mérkőzéseket vagy valamilyen, de azért nem olyan erőbedobással küzdöttek a fiúk, mint ahogy azt a bajnoki mérkőzéseken teszik, és ez nekünk most rosszul jött ki, mert két bajnoki mérkőzés közé esett be, korábban kezdődött a bajnokság, és ugye szombaton játszottuk ezt a labdarúgó tornát, ahol három meccset kellett játszanunk, és vasárnap bajnoki mérkőzésre kellett mennünk Diszelbe, és azért igyekeztünk spórolni az energiával, mert hát a bajnoki mérkőzés, ami nekünk azért igazán számít. Hát harmadik helyen végeztünk a tornán, dobogóra kerültünk, igaz, hogy mögöttünk már csak egy csapat volt. A Marcel Háza csapat nyerte a mérkőzést, akik most egy kicsit erősítettek, és egy csomó aktív fiatal játékost elhoztak magukkal. Az UMAG-i csapat lett a második, mi lettünk a harmadikak, és a PATI csapat végzett a negyedik helyen. Külön díjak hogyan alakultak? A külön díjak azok úgy szoktak alakulni, hogy itt a sportbarátság jegyében általában mindig a külföldi csapatokból adunk egy-egy külön díjat minden csapatnak. Ennek ismeretében ugye a gólkirály az ugye objektív volt, az a marcelházi játékos, a Bottyán Attila nyerte. A legjobb kapus az a PATI kapus lett, a Krizsán Attila, és a legjobb játékos pedig a horvátoknál a doktor Daniel Ferlin lett, úgyhogy ők kapták a külön díjakat. Már itt többször is szóba került a bajnokság. Az öreg fiúk csapata hogyan kezdte a szezont? Hát viszonylag jól kezdtük a szezont, bár ugye nálunk ugye nem volt felkészülés, szünet, hosszabb szünet volt a nyáron mindenki, a családdal volt, elmentek nyaralni, vagy dolgoztak, és így meg korábban elkezdődött a bajnokság, és hát az első mérkőzésen nyögvenyelősen, de 2-1-re nyertünk Ray Fülöp ellen. A második mérkőzés az már jól sikerült, azt Diszelben 8-0-ra nyertünk,
és most vasárnap volt a harmadik mérkőzésünk, ahol nagyon nagy meglepetésünkre, mert egy komoly erős csapat volt, a Balatonszepezdet vertük 13-1-re. Csapat összetétel változott valamit, esetleg a legutóbbi tavaszi beszélgetésünkhez képest? Hát két új játékosunk érkezett, mert azért már vannak itt a csapatunkban azért olyan játékosok, akik 50-55 év fölött játszanak a csapatba, és azért úgy a terhelést már azért nem bírják annyira, mert azért mi a fiatalok ellen játszunk, tehát elmegyünk Balatonedericsre, vagy Monostorapátiba, ott a 20-20 évesek ellen játszunk, és azért fel kell kötni ahhoz a nadrágot, és aztán így igyekezzünk pótolni a kieső teljesítményt, és két új játékost igazoltunk a nyáron, Kutasi Gábort és a Jónás Gergőt, ők is mind a ketten 40 év fölöttiek, de jó játékosok voltak annak idején, és beleilleszkednek a csapatnak a légkörébe, úgyhogy őket tudtuk leigazolni a nyáron. Milyen az elvárás a csapatnak önmagához mérteni így erre a szezonra? Hát erre az időszakra, ugye tavaly negyedik helyen végeztünk, úgy ítéljük meg, hogy ez a három erős csapat, akik vannak, Balatonderics, Monostorapáti, Balatonakari, az továbbra is az élmezőnybe fog tartozni, ezért a negyedik, hatodik hely elérését tisztük ki magunk elé. Egy erős középmezőny elején szeretnénk végezni, de ott lebünk a szemünk előtt azért, hogy dobogóra jó lenne oda kerülni, mert akkor idén is kapnánk egy kupát. Tavaly a bajnokságban a sportszerűségi kupát nyertük el, a legkevesebb sárgalap és kilátás nálunk volt, úgyhogy az idén pedig érmeket szeretnénk nyerni. Valamit még esetleg megosztana az nézőkkel, mert nekem most nincs több kérdésem már. Hát tulajdonképpen a csapatról, magáról szeretnék annyit elmondani, hogy ez egy családi csapat, hogy így mondjam. Mert nem csak arról szól a történet, hogy elmegyünk vasárnap és futballozunk egyet, utána megiszunk egy sört, azt akkor szelteszen a széllyel, hanem egyéb más dolgokban is nagyon sokat vagyunk együtt. Tehát együtt ünnepelünk kerek születésnapokat, névnapokat, esetleg kiemelkedő családi ünnepeket. Aztán akkor, ha valakinek segíteni kell valami munkába, olyan nagyobb munkájában szüret, vagy egyéb valami más, akkor szintén többen elmennek a csapatból. Májusfát állítunk minden évben valamelyik játékos társunknak, és akkor ott az egészet együtt ünnepeljük meg. Ilyenkor eljönnek a családtagok is, tehát feleségek, gyerekek. Mostani májusfa kidöntése 62-en voltunk ott, úgyhogy szép számon összejöttünk, és szilvesztert együtt tartjuk meg. Aztán akkor minden évben vágunk disznót az egyik csapattársunknak a jó voltából, és szóval sok-sok olyan közös, együtt megyünk nyáron nyaralni. Ez nem azt jelenti, hogy mindig minden alkalommal mindenki ott van, de aki éppen arra az eseményre el tud jönni, az akkor eljön. És ez nagyon jó, mert itt nem csak a sport tart össze bennünket, hanem az emberi kapcsolat, a barátság, a családokkal is, a gyerekekkel is, és akkor ez egy nagyon jó hangulatot kölcsönöz a csapatnak. Nagyon szépen köszönöm akkor, hogy itt volt velünk, a csapatnak pedig további sok sikert kívánunk a bajnokságra. Köszönöm szépen, és lekopogom, hogy úgy legyen. Rendben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Sportmagazinnal legközelebb két hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is, addig is viszontlátásra.